A Tolna Zöld út teljesítménytúra ötvözte a mozgást a helyi termékek népszerűsítésével és a Tolna hegyhát megismerésével. Az időjárás kedvezett a résztvevő túrázóknak és futóknak, akiket a frissítőpontokon különböző finomságokkal vártak. A négy táv közül mindenki megtalálhatta a kedvére valót, tudtuk meg a szervezőktől. Sok programot szoktunk szervezni a Tolnai Erdőkét Alapítvány nevében az utóbbi egy-két évben, de úgy vettük észre, hogy a ilyen statikusabb jellegű programok, amikor van egy koncert, az nem annyira mozgatja meg őket, az embereket, de hogyha ki tudom őket mozdítani a kicsit a komfort zónájukból, és el tudnak indulni gyalog egy erdő, adunk hozzá egy távot, egy célidőt, kis sportteljesítményt is teszünk hozzá, akkor egészen más közönség, egészen más érdeklődés várható. Annyi munkát öltek bele a helyiek, és olyan vendégszeretet van itt mindenkinek a településnek a részéről, hogy szerintem ez lesz a mértékadó itt ilyen szempontból, és lehet, hogy valószínűleg jövőre visszajönnek még többen talán, vagy reméljük. Az érdeklődőkből pedig nem volt hiány. Közel 450-en gondolták úgy, hogy a természetben töltik a napot, és teljesítik a 10, 25, 30 vagy 35 kilométeres túraútvonalat. Az eseményre a távok hosszúsága miatt kellett a felkészülés, ez arra késztette a jelentkezőket, hogy mozogjanak. A 25 kilométeres závodi start pontról indultam én, ezt választottam az én képességeimnek megfelelően. Én nem sokat túrázom valójában, mert nagyon sokat ülök az íróasztal mögött, de azért elkezdtem egy körülbelül 10 nappal ezelőtt edzeni, túrázni, hogy ez is jól sikerüljön. Reggel 8 órakor indultam závodról, a 5 kilométeres starthelyről, és 14:30 után délután pár perccel érkeztem be, tehát ez azt jelenti, hogy 6:30 óra? Kalaznó polgármestere először teljesített ilyen hosszú távot, és teljesen elégedett a megtett idejével. A legrövidebb, 10 kilométeres távra még babakocsival is érkeztek. Egyelőre nem volt nehéz, majd kiderül. Ez az első alkalom, hogy babakocsival jöttünk, még csak 8,5 hónapos. Most már gyakori lesz. Régebben is gyakori volt, sokat jártunk, most újra sokat fogunk járni. Feri a leghosszabb távot, a 35 kilométerest választotta, melyet 7 óra 25 perc alatt teljesített. Az útvonal számomra teljesen új volt, ezen a környéken nem jártam. Többnyire erdőkben haladt, turista ösvényeken, és hát a 35 kilométeren majdnem 600 méter szintemelkedés is volt, elég fárasztó volt, de a táj az gyönyörű volt, úgyhogy szerintem folytatódik jövőre ez a túra, akkor mindenképpen ismét benevezek. Erre lesz is lehetőség, mert a szervezők elhivatottak a jövő évi túra megszervezésével kapcsolatban is. Arra esély sem volt, hogy valaki eltévedjen, az útvonalak jól láthatóan ki voltak jelölve. Online nyomkövetéssel ellenőrizni tudták, hogy minden túrázó szerencsésen, balesetmentesen megérkezette. Az élmény és a mozgás mellé oklevél és egy kis fakitűző járt célbaérkezéskor.